Jó estét, ez a 35 perc, a Kölcsey Televízió közéleti magazinja. Ma alakult meg az új összetételi országgyűlés. Ennek apropóján kérdezem hamarosan Szabó Tündét, az április 3-án Nyíregyházán újra választott egyik országgyűlési képviselőt terveiről. Nézzük, hogy még mivel várjuk ma önöket. Nagy versenyben győzött, továbbra is Nyíregyházával és a sporttal foglalkozna Szabó Tünde. Miniszteri interjú, Szijjártó Péter beszél gazdaságfejlesztésről és háborúról televíziónak. Meddig lesz olcsó a benzin, nehézségek és várakozások a magyar gazdaság előtt. Az április 3-i országgyűlési választáson megőrizte mandátumát a megyei egyes választókerületben Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Milyen fejlesztéseket tervez a második ciklusát kezdő egyéni országgyűlési képviselő? Vendégem dr. Szabó Tünde, jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunk. Jó estét kívánok, nagyon nagy örömmel érkeztem. A Nyíregyházi egyes választókerület egy nagyon bonyolult választókerület. Sokszor írták a választási kampányban az, hogy ez egy nagyon nehezen nyerhető, hogy nem biztos, hogy a Fidesz-KDNP-nek, hogy önnek sikerül megnyerni, aztán mégis sikerült. Mekkora kő esett le az ön szívére, mekkora harc volt ez, és kemény út, hogy sikerült győzni ebben a választókerületben. Igazából én úgy indultam neki, hogy természetesen meg fogjuk nyerni, és nem is volt így gondolatomban sem, hogy nem fog sikerülni, hiszen láttam azt a munkát, amelyet elvégeztünk az elmúlt időszakban, láttam azokat a programokat, amelyeket el tudtunk indítani az elmúlt években, és azt is tudom, hogy minden egyes döntés és program, amelyet sikerült elindítani, az az itt élőket is ugyanúgy szolgálja, mint az egész országban a polgárokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy bizalom volt a itt élő állampolgárok részéről, és az a felhatalmazás, amelyet Magyarországon a Fidesz-KDNP meg tudott kapni, és több mint kétharmaddal képviselhetjük ebben a pártban az itt élőket. Azt gondolom, hogy ez magáért beszél. Nagyon-nagyon helyes döntés volt az, hogy ténylegesen meg tudtuk őrizni a kétharmadot immár negyedszerre. Sikerül egy olyan 4 év előtt állnunk, amelyel tényleg tudjuk folytatni azokat a programokat, amelyeket el tudtunk indítani, és a jövőben amelyeket tervezünk. Minden egyes döntés, és például akár jogszabály, akár a fejlesztések, akár a programok mindig az itt élőket kell, hogy szolgálják. Mindig szokták mondani, hogy a politika ugye az itt élő állampolgárokért van, úgyhogy ez én általam is remélem, hogy 100%-ban meg fog valósulni. Az ön munkáját nehezítette már, amennyire ez nehézség az, hogy nem csak képviselőként dolgozott az elmúlt 4 évben, hanem államtitkárként is. Hát nagyon sokat kellett ugye államtitkárként az ország minden pontján jelenni, sőt nemzetközi szintéren is. Ez mennyire nehezítette az ön munkáját itt Nyíregyházán, vagy mennyire volt szerencsés, mert hogy sok mindenért tudott lobbizni, ami Nyíregyházát középpontba helyezte akár a sport területén? Igazából nagyon szerencsés az, hogyha mint államtitkár tudom képviselni a városomat. Természetesen voltak negatív fennhangok is innen az ellenzék oldalról, hogy én nem vagyok itt nap mint nap, és nem tudom úgy képviselni az itt élőket. Erre én mindig azt mondtam, hogy egy országgyűlési parlamenti képviselőnek a helye a parlamentben van, és igazából ott kell lobbizni az itt élőkért. Nagyon nagy fokú munkában vagyunk mindig az önkormányzati képviselőkkel, velük is napi szinten tudok konzultálni a kéréseket, amelyeket megfogalmaznak a kerületben, körzetekben élők, azokat én is így közvetetten tudom, és bizony a parlamenti munka az a lobbizásról szól, különböző minisztériumokban államtitkárokkal beszélni. Én, mint sportért felelős államtitkárként érkeztem már az első ciklusomban is, ugye 2018-ban, és így lettem megválasztva parlamenti képviselőnek akkor, és most is ugyanígy álltam neki a versenynek, úgymond, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon
jól sikerült, hiszen rengeteg sportprogram ment, események, fejlesztések az elmúlt időszakban, és a sport mindenkit érint. Attól függetlenül, hogy milyen pozícióban vagyok a kormányon belül, azt gondolom, hogy olyan kapcsolati rendszert tudtam már az elmúlt időszakban is kiépíteni, amellyel tudjuk segíteni az itt élőket, és nem csak a sport területén, hanem valamennyi ágazatban, és ez annak is köszönhető, hogy már jó ideje a kormányban dolgozom. A miniszterelnök úr azt mondta, hogy valamikor május végén alakulhat meg az új kormány, de lehet valamit tudni, hogy ön szívesen dolgozna, hogyha fölkérés kapna a továbbiakban is a sport területén, vagy más irányokba szeretne elmozdulni? Biztos, hogy azért a sport területén bent fogok maradni. Ugye már a 8. évemet kezdeném sportért felelős államtitkárként, és azt hiszem, hogy bármilyen döntés is születik, azon belül is a sport az mindig megmarad, hiszen mint volt sportoló, azt gondolom, hogy ez mindig is közel fog állni hozzám, a feladataimhoz. De attól függetlenül a parlamentben is nagyon sok tevékenység van, és nagyon szeretnék nagyon sokat az itt élőkért tenni, és tényleg minden kérést teljesíteni, úgyhogy ez egy kicsit át kell nekem is formálódni a feladat ellátásaim során a fókuszokban, hogy ténylegesen akkor mivel és hogy fogok foglalkozni a jövőben, ahogy a kormány feláll, és tudjuk, hogy milyen pozíciók vannak, és kikkel kell együtt dolgozni, vagy esetleg a parlamentben kapok valamilyen megbízást valamelyik bizottságban, ugye, mint államtitkár nem tudtam tevékenységet ellátni a parlamenten belül, ha nem vagyok államtitkár, akkor a parlamentben fogok sokkal magasabb szinten képviselni, akár az országban, akár pedig a nyíregyháziakat. Tudom, hogy számtalan dologgal foglalkozik, de kicsit még maradjunk a sportnál, hiszen Nyíregyházán is sok minden történt az elmúlt 4 évben. Atlétikai centrum, oszoda, jégcsarnok, melyikre a legbüszkébb? És hogyha szabad kérdeznem, mikor lesz egy újabb Szabó Tünde Nyíregyházán, aki az olimpián képviseli a várost? Ez az igazság, hogy a 21. században minimum feltétele van annak, hogy egy fiatal sportoló sikereket érjen el, és az pedig a létesítményfejlesztés. Nagyon örülök, és arra vagyok a legbüszkébb Nyíregyházán, hogy szinte minden sportág megkapta az otthonát, és olyan létesítményben fogadhatjuk a gyerekeket, az utánpótlás nevelést, az élsportot, amely tényleg méltó hozzájuk, és a családok pedig örömmel adják a gyermekeiket sportolásra. Ez nagyon fontos, hiszen az elmúlt időszak is rámutatott arra, hogy mennyire fontos az egészségres életmódra, nevelés, az egészségünk, és ezáltal, hogyha mindenki sportol, akkor viszont biztos, hogy nagyon az utánpótlás programok is nagyon sikeresek lesznek, ezáltal lesznek fiatalok és élsportunk is, és ez fogja megmutatni a jövőben is azt, hogy igen, Nyíregyházán az itt lévő fiatalok is nagyon-nagyon tehetségesek a sport valamennyi területében. Ehhez most már vannak létesítményeink, sőt, olyan létesítményeink vannak, például az atlétikai centrumot, amelyet át tudtunk adni, hogy egész Európában egyedülálló, és nagyon-nagyon sokan jönnek már hozzánk a edzőtáborba a fiatalokat, külföldiek, itt tartják például az országos bajnokságukat, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy bizony jó úton haladunk. Ugye van uszodánk, jégcsarnokunk, futóköreink, szabadtéri sportlétesítményeink, ez is nagyon-nagyon fogja hozzá adni azt, amelyre mindannyian nagyon büszkék voltunk az elmúlt időszakban, hogy lesznek sikeres sportolóink. Ugye a életminőségéhez a sport mellett a kultúra is nagyon hozzátartozik, és tudom, hogy önnek egyik kedvence a Szindbád, ami az elmúlt 4 évben nyílt meg. Kulturális tekintetben milyen most Nyíregyháza, és hogy van-e még olyan terv, amelyet lehetne a városvezetéssel közösen fejleszteni a városban? Szerencsés vagyok, hogy a várossal és a városvezetéssel nagyon szorosan tudunk együtt dolgozni, és amelyeket itt megfogalmaz a városvezetés és az itt élők, azokat tényleg tudjuk képviselni a kormányban, a parlamentben, és minden olyan kérést, kezdeményezést meg tudunk valósítani, amelyre szükség van. Ugye most már elmondhatjuk, hogy Kelet-Magyarország kulturális központja vagyunk, de gazdaság terén is, és remélem, hogy a sport terén is így lesz. Nagyon sok fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban, és most
most már tényleg elmondhatjuk azt, hogy ha ide látogat egy nem nyíregyházi, akár az országból, vagy akár külföldről egy látogató, akkor bizony több napot kell, hogy itt maradjon, és a turisztikai értékeinket meg tudjuk nekik mutatni, és ezen belül a belvárost is, és ezen belül a kulturális negyedünket, amelyre nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Úgyhogy megújultak a színházak, a terek, minden olyan terület, amely vagy a művészet kapcsolódik, amellyel tényleg be tudjuk mutatni Nyíregyházát, hagyományainkat, a tradíciónkat, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Mindezek az alap nyilván a gazdaságfejlesztés. Szijjártó miniszter úr nemrég a Kölcsei Televízióban azt mondta, hogy ő úgy reméli, hogy ebben az évben valami zászlós hajós beruházás jön a városba. Nyilván ezt nem kell elárulni most, de hogy látja, mennyire erős gazdaságilag most Nyíregyháza, és mire van még szükség, milyen iparágakra ahhoz, hogy még erősebb legyen? Nagyon fontos, hogy kiszolgáljuk az itt élőket, és az is látható, hogy Nyíregyházán nem kiköltöznek az emberek, hanem a létszám, a lakosság szám növekszik. Nekünk az a feladatunk, hogy munkaerőpiacot megteremtsük, és ehhez bizony kellenek a kívülről érkező cégek, iparágak, erősíteni kell a gazdaságot ezáltal is. Nagy beruházásokra van szükség ezáltal is. Tudom, volt az elmúlt időszakban is, de a jövőben is lesznek, és ezáltal ugye a kelet-magyarországi régió fokozottan fog erősödni, és nagyon jó, hogy a környéken is van nagy, mondjuk Debrecen városára gondolok, nagy gazdasági fejlesztés, amely bizony nagyon-nagyon kihat Nyíregyházára is, és ezáltal megismerhetik a nagyon modern, fejlődő városunkat, akár a beruházók, akár pedig a lakosság, a környék is. Úgyhogy meg kell teremteni a fiataloknak azt, hogy olyan munkahelyeket teremtsünk, amellyel ők jól érzik magukat, és olyan döntéseket hoznak, hogy a családokat is itt telepítik le, azaz itt szeretnének majd családot, gyermeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre minden lehetőség adott. Egy fejlődő, dinamikus városunk van, nagyon szerethető, amelynek olyan sajátosságai vannak, amelyet, hogyha ide beérkezik valaki, akár mint idegen, akár mindennapos élet során tapasztalhatja, aki itt él, mindenképpen egyedinek minősül az egész országban. Közlekedésről még nem beszéltünk, ugye ha már Debrecen szóba került, ugye terve az, hogy kétszer-kétsávossá fejlesztik a négyes, de Nyíregyházán is ugye a körút befejezése is készül. Van még esetleg valami olyan terület, ahol érdemes lenne közlekedési szempontból fejleszteni a várost vagy a megyét? Az elmúlt időszakban nagyon sok útfejlesztés valósulhatott meg Nyíregyházán és a környékén, hiszen az is nagyon-nagyon fontos, hogy az egész régiót fejlesszük. Nagyon fontos bejelentés volt az elmúlt időszakban, hogy elkezdődött a kétszer-két sávosítás a Debrecen és Nyíregyháza közötti útfejlesztésről. Tényleg egy olyan hosszú ideje vártak már az itt élők és Debrecen városa is, amelyre nagyon büszkék leszünk, amikor elkészül. Ugye a járdák, az útfejlesztés, az elkerülő utak mind-mind folyamatosan megvalósultak az elmúlt időszakban, de a kampány során is nagyon sok területen voltam, ahol bizony még mindig fejlesztésre van szükség. Az elmúlt időszakban el tudtunk indítani egy 5 milliárdos beruházást, amely tovább folytatódik, hiszen azt megelőző szakaszban is ugyanígy nagyon sok utca tudott megújulni, úgyhogy erre folyamatosan kell figyeljünk. Az a legfontosabb, hogyha valaki valahol él, az ő környezete ténylegesen megújuljon, és olyan út és utcák várják az ott élőket, amely tényleg megkönnyíti és kényelmessé teszi az ő életüket. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásokat, és hát jó munkát kívánunk a következő négy évhez. Nagyon szépen köszönöm. Újabb megyei ipari fejlesztés jelentett be múlt pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vásárosnaményban. Gazdaságról, háborúról és az uniós szankciókról is kérdezték fehérgyarmati munkatársaink a minisztert. Miniszter úr, az orosz külügyminiszter elmondta a napokban, hogy mit is jelent az, hogy a NATO belépett a háborúba, hiszen valójában fegyvert szállít. Mi várható ezzel kapcsolatban, véget fog-e érni? Hát nézze, a háború kitörése óta összesen már három nagyon fontos NATO
találkozásra került sor, ebből egy csúcs találkozóra, kétszer pedig a külügyminiszterekkel találkoztunk, és mind a három tanácskozáson világossá tettük azt az álláspontunkat, ami egy közös NATO álláspont is, hogy mindenképpen el kell kerülni a NATO és Oroszország közvetlen összeütközését. Mert ha a NATO és Oroszország közvetlenül összecsapnak egymással, akkor annak beláthatatlan következményei vannak, abban jobb bele nem is gondolni. Ezért a NATO, mint szövetség nem szállít fegyvereket. És a NATO, mint szövetség mindent elkövet annak érdekében, hogy elkerülje hadviselőféllé válását. Tehát itt egyes NATO tagállamok saját nemzeti kompetenciájukban döntöttek is úgy, hogy szállítanak fegyvert. De a NATO nem hadviselőfél, semmilyen módon nem involválódott ebben a konfliktusban, és az a közös álláspont, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez így is maradjon. Energiafüggőség kérdésében az Európai Unió felkészült-e arra, vegyük Bulgária és Lengyelország példáját, ahol lezárták a csapot, más országokkal szemben is megteszik ezeket a lépéseket? Hát nézze, az energiabiztonság kérdése talán a legfontosabb kérdés most a fizikai biztonsági kérdések után. Ugyanis az európai földgáz felhasználásnak körülbelül 42-45%-a Oroszországból származik. Tehát éves szinten egy 170-180 milliárd köbméternyi földgázt vásárolnak az európai országok Oroszországtól. Mi ugye 8,5 milliárd köbmétert vásárolunk, tehát nagyjából az egy huszadát az európai mennyiségnek, tehát mondjuk minket beállítani úgy, mint az oroszok nagy energia szállásadói, az némiképpen azért túlzás. És nekünk nyilvánvalóan fontos, hogy Magyarország energiaellátásának biztonságát garantálni tudjuk. Ez ma lehetetlen az orosz energiahordozók nélkül. Ezért tettük azt világossá, hogy mi nem vagyunk hajlandóak megszavazni olyan szankciókat, amelyek az ország energiaellátását veszélybe sodornák, vagyis akár a földgáz, akár a kőolajszállítások leállításához vezetnének. Az új fizetési módszerre történő áttérés nekünk elfogadható. Mi erről nyíltan beszélünk. Több mint, vagy most már 10 európai, nyugat-európai vállalat nyitotta meg az euró és rubel számlákat a Gazprombanknál. Csak erről nem beszélnek. Nekik nagyon kényelmes a magyar pozíció, mert hát úgyis mindenki a magyarokról beszél. Ők meg ennek árnyékában megcsinálhatják ugyanazt. De jó néhány ország és jó néhány ország kereskedő cége itt Európában el fogja fogadni, vagy már el is fogadta ráutaló magatartással az új orosz szokáltal kért fizetési metódust, meg fogják venni a földgázt, mert számukra is egyelőre annak a helyettesítése az elérhetetlen. Lát-e arra esélyt, hogy a választókerületünkben tervezett infrastruktúrális fejlesztés M34 Záhonyig, M3 a határig, M49-es Ökörító Fülpösig megépül, akkor a befektetők számára vonzóvá válhat-e a térség? Amikor beruházásokról beszélünk, akkor fontos világossá tenni azt, hogy mindig versenyben nyerjük el ezeket a beruházásokat. Tehát nincs olyan, hogy csak beruházás ide esik, hogy potty, itt van ez a tietek, hanem ezekért komoly versenyt kell folytatni. És ugye ebben a versenyben számos tényező játszik szerepet. Például az alacsony adórendszer, vagy alacsony adók, a jó munkaerő, a pénzügyi támogatás és az infrastruktúra. Hiszen a megtermelt, előállított termékeket el kell szállítani, lehetőleg a leggyorsabban és a legolcsóbban. Ezért a gyors forgalmi útkapcsolatok és a modern vasúti összeköttetések ma már alapvető feltételei egy-egy beruházásnak. Ezért az M3-as, az M34-es és az M49-es ugye ott van a kormány napirendjén. Két esetben a területszerzések és a közbeszerzési eljárások már le is zajlottak, meg is történtek. A megfelelő forrásokat kell mellé tenni, illetve egy megfelelő preferencia sorrendet kell kialakítani, ebben pedig másnak nem lehet döntő szava, mint a választókerület 5. alkalommal megválasztott képviselőjének, úgyhogy a Tilki képviselő úrtól, illetve a szomszédos választókerületek megválasztott képviselőitől várjuk a választ arra a kérdésre, hogy milyen sorrend szerint gondolják fontosnak ezeknek a fejlesztéseknek, infrastruktúrális beruházásoknak a végrehajtását. A megyék között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legjobban teljesített. Minek köszönhető ez ön szerint, ön hogy látja? Már milyen szempontból? A választásokra gondolok. Mert hogy gazdasági szempontból, azért kérdeztem rá, mert amíg korábban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét így lesajnálták gazdasági szempontból, addig a
tavalyi évben a harmadik legtöbb beruházás a megyék közül éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezett, és most is tárgyalunk több nagy olyan beruházásról, ami egyébként a megyét célozza. Hogyha megnézzük a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdasági teljesítményt, a beruházások és a munkanélküliség leküzdése tekintetében, akkor azt látjuk, hogy ez egy sikertörténet, egy sikeres régió. Az elmúlt 12 évben nagyon sokat fejlődött, az elmúlt 12 év válságaiból erősebben jött ki, mint amilyen volt korábban ez a megye, és nyilvánvalóan a megyében élő emberek ezt saját bőrükön érzik, tapasztalják, és ahogy mondani szokták, a gazdasági konjunktúra és a kormányzó párt támogatottsága elég erőteljesen igazodnak egymáshoz. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy itt az országnak a keleti határszélén az emberek jobban átérzik a keleti szomszédságban zajló háborúnak a súlyosságát és a jelentőségét, mint mondjuk a nyugati határszélen élő emberek. Itt nap mint nap szembesülnek a menekültek érkezésével, nap mint nap szembesülnek a háború borzalmaival, és nyilvánvalóan az itt élő emberek érezték át legjobban annak a kérdésnek a súlyosságát, hogy békében és biztonságban fogunk élni az elkövetkezendő években, vagy megkockáztatjuk az ország belesodródását a háborúba. És a magyar emberek, köztük a Szabolcs megyéjék is egyértelmű döntést hoztak. Miniszter úr, köszönöm, hogy idejét és energiát nem sajnálva interjút adott nekünk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Az orosz-ukrán háború feje tetejére állította a világ és benne Európa gazdaságát. Mi lesz az energiaellátása, hogyan lehet megfékezni az inflációt? Vendégem Gerhes Miklós közgazdász. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásokat. Kezdjük az energiaárakkal. Ugye múlt hét kedden látott napvilágot a hír, hogy Lengyelország és Bulgária már nem kap orosz földgázt. Megijedtem egy kicsit, nyilvánvalóan Magyarország nagyon be van kötve az orosz földgáz és kőolajpiacra. Mi várható most? Lehet egyáltalán bármit is jósolni, vagy csak napról napra élünk ilyen tekintetben? Hát ilyen tekintetben valóban szinte napról napra változik a helyzet. Változnak az elképzelések orosz részről, az unió részéről, bár az unió elég határozottan kiállt a szankciók mellett, de az árak is napról napra drasztikusan változnak. Februárban 20%-kal emelkedett a földgáz ára, aztán erre jött még egy 45%-os emelkedés, amely hát alapvetően meghatározza most az árakat. Annyit viszont hozzá kell tenni, hogy egy olyan időszak kezdődik, amikor a gáz felhasználás jelentősen csökkent, tehát vége a téli fűtési szezonnak, és készülnek a nyárra a energiafelhasználók is. A nyári időszak az, amikor igyekeznek betárolni. Az lesz a döntő, hogy nyáron, július, augusztusban milyen árak alakulnak majd ki. Magyarország is képes arra, hogy energiafelhasználásának jelentős részét tudja tárolni. Olyan tárolóink vannak Algyő környékén például, a természetes üregek kialakításával, hogy egy 8 milliárd köbméter gáz tudunk tárolni, az éves felhasználásunk a legnagyobb olyan 14 milliárd köbméter volt. Tehát erre kell felkészülni. Az, hogy július-augusztusban milyen árak lesznek, hogyan alakul a konfliktus, a háborús konfliktus, ezt most szerintem senki nem tudja megmondani, hogy milyen árak lehetnek majd nyáron. Én úgy gondolom, hogy csökkenni fognak. Jelentősen csökkenni fognak, mert ez az árszint, ami most van, ezt úgy gondolom, ezt nem tudja elviselni sem Európa, sem az egész világ. Ma reggel látott napvilágot az a hír, hogy Magyarország is talán támogatni fogja az olajembargót az uniós szankciópolitikában, aztán a kormány ezt cáfolta, óriási a nyomás a kormányon, az energiafronton, hogy a szankciókat fogadja el, vagy hogyan, miképpen fogadja el. Milyen mozgástere van a magyar kormánynak ebben? Mennyire vagyunk mi bekötve az orosz energiahordozók tekintetében, vagy vannak-e alternatív források, ahonnan tudnánk még földgázt és kőolajat vásárolni? Vannak. Bár ezt a hírt, ha a kormány nem cáfolta volna, akkor ezt én is fenntartással fogadtam volna, mert nem hiszem, hogy egyik napról a másikra a magyar kormány ebbe belemegy. Az, hogy milyen lehetőségeink vannak, például földgázban nem sok. Olyan szempontból
vannak lehetőségeink, hogy például Magyarország össze van kötve az osztrák oldalon lévő Baumgarteni gáztárolóval, elosztóval, tehát onnan kaphatunk. Kaphatunk délről gázt. Bár a délieknél előtérbe került a cseppfolyógáz. A cseppfolyógáz pedig drága, nagyon drága. Ez még drágábbá tenni a gázt. Ráadásul speciális kikötők kellenek hozzá, hogy betenni. Erről meg nem itt beszélve, az átfejtésről, a kompresszorozáshoz, tehát hogy feljuttatni. Tehát azért szerény számítások szerint is háromszoros a gázára. Én ebben azért optimista vagyok, hogy Magyarország akár Ukrajnán keresztül is meg fogja majd kapni a gázt, mert a mai napig az oroszok sok mindent bombáztak, meg támadtak, de a földgáz vezetékeket nem bántották. Tehát nyilván már a saját érdekeiket is szem előtt tartva alakítják a támadások irányát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk gázellátásban nem lesz probléma. Arról meg nem is beszélve, igaz, most a tárolóink csak 20%-os kihasználtsággal vannak, mert most drága volt a gáz, tehát, és a téli szezon meg levette ezeket, de nyáron fogunk tudni annyit betárolni, hogy Magyarországnak nem lesz ellátási gondja, vagy Magyarországon nem lesz ellátási probléma. Európában van még olyan, nem ilyen kis állam, mint mi vagyunk, hanem nagyobb állam, amelyik ennyire be van kötve az orosz földgázhoz és kőolajhoz, tehát van, lesz még partner ebben az ellenállásban, úgymond, vagy a többsége úgy fog dönteni az uniónak, hogy legyen energiahordozókra a szankció? Hát szerintem a legnagyobb németek, ha valaki igazán függ, akkor a németek. Dollár 100 milliárdokért csinálták az északi tengeri vezetéket, amely azt a célt szolgálta volna, hogy Ukrajnát meg Lengyelországot kikerüljék. Ne legyen ukrán meg lengyel gázfüggő a német ellátás, és ezt még egyelőre nem nyitották meg. Na de hát ebben annyi pénz van, hogy ezt nem megnyitni, ez egy öngyilkosság. Tehát amikor a szankciókról beszélünk, hogy az oroszokat sújtsuk szankciókkal, mondja a nyugat, akkor szerintem nagyon sokszor nem mérlegelik, hogy az a szankció lehet, hogy a nyugatot, meg bennünket is, magyarokat sokkal nagyobb mértékben sújt esetleg, mint ahogy sújtana. Hát igen, tehát a németek, az osztrákok, a hollandok teljes mértékben. Európa 40%-a igazából teljesen ki van téve az orosz gáznak. 40-45% körül van az az orosz gázmennyiség, ami jön Nyugat-Európába meg Magyarországra. Ez a hatalmas energiaár emelkedés, ez nyilvánvalóan Magyarországon is érezheti hatását, bár ugye a bizonyos, ugye a rezsicsökkentés miatt a rezsiárak azok viszonylag fixek, ugye most a árstopp van az üzemanyagok tekintetében is, ameddig csak lehet, de azért még így is az élelmiszerek ára jelentősen emelkedett. Hogy számol az infláció, mennyire, milyen a kormány úgy számol, hogy 9-10% körül lehet esetleg az év végére, legalábbis a nyugdíjemelésből erre lehet következtetni. Mi lesz közgazdás szemmel, hogy látja, milyen évünk lesz ez? Hát azért már sokan mondják, hogy kétszámjegyű lesz ez az infláció, bár a 10% is még. A 9-10% ad már sejteti a kétszámjegyet, de szerintem ettől sokkal magasabb lesz. Nem belátható dolgok vannak még, amit még senki nem lát. Ez az energia áremelés, ez nagyon sok területen kihat. Nem csak az alapanyagáraknál, hanem a szállításoknál, a logisztikai rendszereknél, amelyek megdrágítják jelentősen a termékek árát. Hát a konténer szállítás az nagyon nagy szerepet játszik ma a világban. Korábban egy fél évvel ezelőtt, vagy 8 hónappal ezelőtt egy konténer elszállítása mondjuk Kínába, olyan 1 millió forintba került, most 3 millió forint. Tehát ezeket látjuk, hogy nem csak ezek a költségek jelentkeznek, hanem a logisztikai rendszerek hiánya.
eltűntek a kamionok sok helyről. Most nem a szószoros értelmében, de jóval kevesebben tudnak kamionnal szállítani. Tehát ezek mind-mind belejátszanak az infláció emelkedésébe. És azért most, amikor mindig arról beszélünk, hogy infláció, meg gazdasági válság, én azért egy gondolat erejéig visszamennék, még a pandémia előtti időszakra. Akkor már világosan lehetett látni, hogy egy világgazdasági válság közeledik. Ezt úgy minősítették többen, hogy ez egy kereskedelmi világháború lesz. És akkor jött a pandémia. A pandémiára jött a háború. Ezek mind-mind hatványozottan emelték a problémákat, és mélyítették a válságot. Tehát ha az okok kiküszöbölésére visszamegyünk, akkor reméljük, hogy a vírus helyzet javul jelentősen, bár most megint aggasztó hírek jönnek Kínából. Remélem, hogy a háború hamarosan véget ér, de a háború, ha véget is ér, bár érdekes lesz most a május 9-i időpont, mert ugye a győzelem napján Putyin szeretne bejelenteni valamit, minden bizonnyal a sikereit, akkor még azért várni kell, hogy ezek a szankciók oldódnak. De ezek olyan kényszert jelentenek, mind az oroszoknak, mind a nyugatnak, hogy ebbe mindenképpen engedni kell. Az oroszoknál ők hiába mondják azt, hogy majd rubelben kérik az olaj meg a gázárát. Ez nem ilyen egyszerű. Oroszország az élenjáró technológiákban nem annyira vezető. És a gázkitermelésnél, az olajkitermelésnél nagyon komoly nyugati technikák vannak. Akkor viszont rubelből nem fogja tudni megvenni. És ezt lehet folytatni, ezt a gondolatot, tehát nagyon egymásra van utalva. Azt mondom, hogy az egész világ, a nyugat, Oroszország enyhíteni kell, mindenképpen engedni kell, bármi is történik. Mindkét oldalon. Mind a két oldalon. Nyilvánvalóan mi mást érinthet még esetleg ez a gazdasági válság? Te beszéltünk az energiaárakról, az élelmiszerárakról. Mire kell felkészülnünk? Kérdezem ezt azért, mert Nyugat-Európában már egyre több olyan hírt hallani, hogy arra készülnek, hogy takarékoskodnak, kevesebbet fogyasztanak mondjuk energiából, vagy kevesebbet étkeznek. Tehát ilyesmire, vagy mindig egy lejtmenet után jön majd egy felévelés, egy újabb felévelés? Hát igen, ezek mind ebből következnek, ezekből az energiaárakból, meg a különböző válsághelyzetekből. Hát itt ugye voltak már olyan gondolatok, hogy öltözünk melegebben, kevesebbet fűtsünk, kevesebb vizet használjunk, és a többi. Hát persze, csak ebbe azért nehezen rázódnának bele az emberek. Egy tény, a fogyasztás csökkenni fog, jelentősen csökkenni fog, ez pedig nem jó a termelőknek. Nem jó ez az energia, illetve ez az üzemanyag stop is elég bonyolult helyzetet jelent véleményem szerint, mert jó a lakosságnak, ez kétségtelen, de nem jó az államnak. Az államnak ezt finanszírozni kell. Nem jó a benzinkutasoknak. Ugye nem csak a lakosságot finanszírozzuk, hanem százezrével mennek kamionok végig Magyarországon, mennek Rotterdam, meg Hamburg fele, és tulajdonképpen finanszírozzuk ezeket a kamionokat, a üzemanyag ellátását. Tehát én azt gondolom, hogy ez hosszabb távon biztos nem tartható. Tehát az, hogy az állam beavatkozik a piaci helyzetekbe, ez a mai piacgazdaságokban ez nem jellemző. Tehát, és ezt nem is tudja sokáig finanszírozni a magyar állam. Tehát arra kell számítani, hogy valamikor akár ebben az évben, vagy így, vagy egyből, vagy fokozatosan, de ki kell vezetni ezeket a... Ebbe biztos vagyok, és véleményem szerint a lakosság sem várja el. Voltak már ilyen közvéleménykutatások, épp tegnap néztem, hogy megkérdezték az embereket, persze ez nem teljes reprezentatív, és a megkérdezettek 56-58%-a nem ért egyet ezzel. Tehát nem azt mondom, hogy az áremelkedésben hisz,
de nem ért azzal egyet, hogy az állam így avatkozzon bele ezekbe a kérdésekbe. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívásunkat, és hát a szakértelmére a későbbiekben is számítunk. Én is köszönöm a meghívást. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várom önöket, akkor többek között a szelektív szombatról lesz szó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!